Több híreink. Gulyás Gergely szerint a kormány nem akar beavatkozni a zsidó szervezetek vitáiba, azt szeretné, ha ezt egymás között oldanák meg. A kormány elkötelezett abban, hogy a felsőoktatás rendszerét érdekelté tegye a nemzetközileg is elismerést kiváltó eredmények felmutatásában, mondta Bódis József az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Az izraeli biztonságpolitikai kabinet megszavazta a palesztin gázai övezet iszlamista szervezetei elleni hadműveletet lezáró tűzszünet elfogadását. A Párizsi Büntetőbíróságon megkezdődött Nikolász Sárközi volt francia államfőpere. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfóna a heti TV több kérdésére is válaszolt. Többek között azt szerettük volna megtudni, mi a költségvetési tanács problémája a kormány által benyújtott büdzsével, illetve feloldható-e a nézetkülönbség. A miniszter elmondta, nincs alkotmányos értelmű nézetkülönbség, a tanácsnak alkotmányos joga szólni, ha így érzi, mellette emelhet vétót és a büdzséj ellen, de csak akkor, ha az államadóság növekedését érzi. Minden más területen elmondott véleménye csak vélemény. A Költségvetési Tanács kiemelte, az országgyűlésnek benyújtott költségvetés alkalmas az adósság csökkentésére. A heti tévé kíváncsi volt a kormány véleményére a minimálbér adómentességével kapcsolatos ellenzéki előterjesztés kapcsán. Gulyás Gergely szerint a minimálbért emelni kell, ahogy ezt tette a mostani kormány is, hiszen az elmúlt 10 évben 73 ezerről 170 ezerre emelte azt. Az adómentességgel csak azt érik el, hogy a nagy cégek nem fizetik be az adót, ezzel mindenki rosszul jár, a munkavállalók és a költségvetés is. A miniszter kijelentette, amennyiben jövőre sikerül a kormányzást folytatni, úgy tovább fogják emelni a minimálbér összegét. Fontosnak tartottuk azt is megkérdezni, hogy többek közt a zsidó szervezetek közti vita miatt is nem lenne -e szerencsés a zsidó közösségi kerekasztal összehívása. Gulyás Gergely elmondta, a kormány nem akar beavatkozni a zsidó szervezetek vitáiba, azt szeretné, ha ezt egymás között oldanák meg. Van egy per a Jeruzsálemi Vallási Bíróság előtt, a kormány szerint ebben is a nemzetközi szabályok érvényesek. A miniszter felhívta a figyelmet, a kormány úgy döntött, az örök járadékot a szervezetek maguk között osszák fel, ez eddig is működött. Hozzátette nem vitatható, hogy a körülmények megváltoztak, vannak erre utaló jelek, de a kormány nem kíván ebbe beavatkozni. Szégyen és elfogadhatatlannak tartja az LMP társelnöke, hogy jövőre összegszerűen is kevesebbet fordít majd a kormány zöld kiadásokra, mint 2012-ben. Smuk Erzsébet ismertette a 2022-es büdzsében a célra 335 milliárd forint szerepel, míg a tíz évvel korábbiban még 373 milliárd forint volt. Szerinte ez a bizonyíték arra, hogy a Fidesz csak azért festi magát szavakban zöldre, hogy minél több Európai Uniós forrást tudjon lenyúlni. A kormány elkötelezett abban, hogy a felsőoktatás, kutatás, fejlesztés egész rendszerét érdekelté tegye a nemzetközileg is elismerést kiváltó eredmények felmutatásában, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium bemutatkozó konferenciáján. Bódis József a Digitális Örökség Mesterséges Intelligencia című online tanácskozáson mondott köszöntőjében hozzátette, már korábban kiemelt ágazati célként fogalmazódott meg egy magasabb minőséget nyújtó teljesítményelvű kutatásfejlesztési innovációs rendszer létrehozása, melynek alapja a verseny, a minőség, az eredménye pedig a teljesítmény és a siker. Jelenleg Strasbourgban készítik elő az Európa Tanácsban a soros magyar elnökséget, ami ma kezdődik, mondta Szili Katalin, az országgyűlés volt elnöke, az autonómia ügyeiért felelős miniszterelnöki megbízotta a heti TV Pirkada című műsorában ahol többek közt beszélt Magyarország soros E.T. elnökségéről. A magyar elnökségnek öt prioritása van, ezek egyike a nemzeti kisebbségek ügye, ezen belül a roma kérdés. Mellette a vallásközi párbeszéddel is foglalkozni kívánnak az elkövetkezendő hat hónapban, ahogy a technológiai ügyekkel, mint a kibervédelem, de a fenntartható fejlődés is a magyar elnökség egyik kiemelt ügye. Szili Katalin az egyike azoknak, akik a június végén induló konferencia sorozatot készítik elő. Négy konferenciára kerül sor a magyar, a magyar elnökség és az ET közös szervezésében. Az elsőn azokat a jogszabályokat kívánják áttekinteni, amelyek Európában a nemzeti kisebbségekre vonatkoznak a 47 tagország területén. Külföldi híreink. Politikai támadás zajlik Andrei Babis cseh kormányfővel szemben, ezért Magyarország szolidaritásáról biztosítja a V4-es partnerét és barátját, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter hangsúlyozta azt is, Magyarország Izrael mellett áll, amikor barátját és szövetségesét egy terrorszervezet lövi rakétákkal. A kiújult izraeli-palesztin konfliktussal összefüggésben feltett kérdésre válaszolva, a külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, Izrael Magyarország barátja és szövetségese, ezért természetes, hogy Magyarország Izrael mellett áll, amikor egy terrorszervezet lövi rakétákkal. Elmondta, a kérdésben számos egyeztetést folytatott az izraeli kollégáival, akik megköszönték, hogy Magyarország blokkolta az Európai Unió korábban tervezett vonatkozó határozatának kiadását. Magyarország a jövőben is egyeztetni fog Izraellel, ugyanis ha a barátját és szövetségesét rakétákkal lövik, akkor az a dolga, hogy segítséget nyújtson számára. Szögezte Leszi Jártó Péter. az izraeli biztonságpolitikai kabinet megszavazta a palesztin gázai övezet iszlamista szervezetei ellen hadműveletet lezáró tűzszünet elfogadását. A biztonságpolitikai kabinet közel három órás ülésének végén döntött a 11 napos főként kölcsönös rakétaháborúból álló gázai hadművelet lezárásáról. A palesztin övezetet uraló iszlamista Hamas szervezettől származó értesülések szerint pénteken fog életbe lépni a tűzszünet. Csütörtök este a gázai övezetből több hullámban tovább folyt Izrael déli részének lövése rakétákkal. Jelentős nemzetközi nyomás nehezedett az izraeli kormányra az egyiptomi közvetítők segítségével megszületett tűzszünet elfogadása érdekében. Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap délután azt mondta, a drón, amit Izrael két nappal azelőtt földre kényszerített a Jordániával közös határnál, iráni volt és Szíriából vagy Irakból küldték. Miközben lefoglaltak minket a harcok, néhány nappal ezelőtt Irán egy fegyveres drónt küldött Izraelbe Irakból vagy Szíriából, mondta Netanyahu Heiko Mász német külügyminiszternek a hadsereg Tel Avivi főhadiszállásán. Az iráni erők egy fegyveres drónt küldtek, melyet az erőink az izraeli Jordán határnál lelőttek. Azt hiszem, ez mindent elmond a közel-kelet és a világ valódi terrorvédnökéről, Iránról, mondta Netanyahu megmutatva egy darabot a drónból a német külügyminiszternek. Az izraeli védelmi erők korábban azt közölték, hogy a drón Emek Hamályat regionális tanácsa felé repült, amikor földre kényszerítették kedden négy órakor. Ez a második alkalom, hogy Irán fegyveres drónt küld Izraelbe. Megkezdődött tegnap a Párizsi Büntetőbíróságon az a per, amelyben Nikolás Sárkozi volt francia államfőnek három hónapon belül másodszor kell az igazságszolgáltatás elé állnia. A volt elnöknek további 13 gyanúsítottal együtt a 2012-es elnökválasztási kampány törvénytelen finanszírozásáért, illetve azért kell felelnie, mert ő és a pártja többet költöttek el a kampányra a megengedetnél. A pert eredetileg márciusban tartották volna meg, de el kellett halasztani, mert az egyik fővádlottnak, a kampánystáb volt helyettes vezetőjének és egyben könyvvizsgálójának az ügyvédjét koronavírussal ápolták. Nikolás Sárközit március 1-én nem jogerősen egy év letöltendő és két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, amiért információkért cserébe megpróbált megvesztegetni egy magasrangú bírót. De miután a volt államfő fellebbezett, az ítélet ellen az ellene folyó többi eljárásban szabadlábon védekezhet. A volt elnök a per nyitónapján nem jelent meg a bíróságon. Előzetesen jelezte, hogy csak az őt érintő tárgyalási napokon lesz jelen, amelyek június 14-én kezdődő héten esedékesek. A per június 22-éig tart. Sikeres és egyre gyorsabb az új típusú koronavírus okozta betegséggel szembeni védelem biztosítására közösen szervezett Európai Uniós oltási kampány. Az összefogás révén már másodpercenként átlagosan 30 embert oltanak be a közösségben, mondta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. A Brüsszeli Bizottság német vezetője egy német regionális közszolgálati médiatársaság Euroforum című rendezvényén tartott előadásában kiemelte, hogy a tagországoknak kiszállított oltóanyag mennyiség a hétvégére eléri a 260 millió adagot. Ez azt jelenti, hogy a kampány tavaly december végi kezdete óta a felnőtt lakosság több mint 50 ának sikerült vakcinát biztosítani. Mintegy 200 millió adagot be is adtak, és a tempó tovább emelkedik, mondta Ursula von der Leyen. Kiemelve, az eddigi eredmények alapján elérhető az a cél, hogy július végére a felnőtt lakosság 70 ának biztosítsák az oltás lehetőségét. Gazdasági híreink. A teljes zárás alatt a magyar gazdaság egy nap alatt 10-15 milliárd forintnyi veszteséget szenvedett el. Az adatok alapján több mint 500 milliárd forintot nyert Magyarország azzal, hogy keleti vakcinát is vásárolt, jelentette ki Mentszer Tamás Zalaegerszegen a Jelen Technológiai és Kulturális Kihívásai című konferencián. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár kiemelte, a keleti vakcináknak köszönhetően a magyar oltási adatok sokkal jobbak az európai átlagnál. A lakosság több mint 48%-a kapta már meg legalább az első koronavírus elleni oltást, az európai átlag 32%. Április 30-ig 4 millió embert oltottak be, a keleti vakcina nélkül ezt a számot július második felében értük volna el, így másfél-két hónapig érvényben maradtak volna a korábbi korlátozások. A vakcinapolitikának köszönhetően előbb tudtunk fokozatosan nyitni, előbb tud az élet visszatérni a rendes kerékvágásba, fogalmazott az államtitkár. Híreinkről bővebben a braierpress.com, vagy a heti tv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! A változóan napos, kellemes hőmérsékletű idő lesz átmeneti gyenge vagy mérsékelt felhősödésekkel. Délután azonban megerősödhet a déli szél, továbbá elsősorban a nyugati és középső országrész felett tartósabb, de mérsékelt felhősödés zavarhatja a napsütést. Eső nem valószínű, este mérsékelt vastagságú, fokozatosan vastagodó felhőrétek húzódik az ország fölé. Nyugaton élénk, keleten gyenge déli esz szél fúj. Eső továbbra sem valószínű. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!